Sziasztok! Ma folytatom a Mountain Blade 2 Bannerlord végigjátszásomat, és itt maradt abba, ugye, hogy az előző részben nem igazán történt semmi komoly, leginkább csak küldetéseket csinálok ugye a faluknak, városoknak, és van ebben a városban, ugye a Vostrum városában egy küldetés, hogy a karavánt kísérjem el, ami jó küldetés, mert elég sok befolyást lehet szerezni vele. De ugye nem könnyű küldetés, mert általában megszokták támadni a karavánt. És az nem jó, mert hogyha elveszítem a karavánt, akkor nagyon megutálnak. Oké, első célpont Picaon. Oké, irány akkor Picaon fele. Amúgy szeretném valójában, hogy megtámadják a karavánt, mert hogyha megtámadják és megvédem, akkor ugye extra befolyást szerzek, ami mindig jól jön. Plusz van 3 céhem, és nagyon jól termelnek. 303, 304 és 185, ami egész jó. Oké, amúgy nem megyek nagyon közel, mert azt akarom, hogy megtámadják a karavánt. Fenébe. Nem támadták meg. Mizeába megy. Mizea pedig a kergitekhez tartozik, hűha. Amúgy arra gondoltam, hogy ebben a részben kevesebb küldetést csinálok, és elkezdem felkutatni a személyeket, akikkel beszéljek kell a küldetéssel kapcsolatban. És szeretném megszerezni a zászlót, ugye, ami jogot formál arra, hogy saját királyságot alapítsak. És meglett a küldetés. Na jó, de vajon hol lehetnek a Kazajt nemesek? Mert ugye azt hiszem egyel vagy kettővel kell beszéljek. Még összesen 5-tel, szóval, ja. Oké, néhányan szintet léptek. Menjünk ebbe a városba. Kéne keresek egy Kergit nemest, akitől megkérdem, hogy hol van egy olyan személy, például itt van, aki ugye volt a nagy csatában, vagy valami ilyesmi. Mondjuk azt tudja, hogy hol van. Oké, itt valahol itt látták ugye, legutoljára. Oké, meg is van. Jó, és akkor van még valaki, aki... Nem tőled kérdem. Nem valaki más nemestől. Pont itt van, akivel megint kell beszéljek, király. Hello! Valójában ő nem volt a harcban, csak a férje. Ja. The Kergits. Szóval ugye a Bannerlord az a Warband előtti időkben játszódik. És ugye jelenleg a Bannerlordban a Kazajtok uralják, úgymond ugye az olyan népet, akik hasonlítanak a Kergitekre ugye a Warbandba, és akkor ugye a Kergitek is benne vannak. Ők jelenleg csak egy klán, és akkor a Warbandba úgymond ők veszik át az irányítást. Érdekes. Na jó, megvan 2. Akkor még 7-tel kell beszéljek. Megyek Sturgiai területre, mert ugye Sturgiaiakkal még nem dumáltam.
Azt hiszem, hogy ott is lesz kettő, meg van még egy... Azt hiszem, még kell beszéljek egy Azerájjal, és egy Vlandiaival, vagy kettővel, meg Batania. A fene tudja. De meglátjuk, a lényeg az. Csak előbb kell keresek egy sturgiai nemest, aki megmondja, hogy hol van az a személy, aki ugye tud erről a nagy csatáról valamit. Na persze, kéne itt találkozni is egyel. Amúgy azt hiszem, itt van egy. Ó, várjunk. Jó, mondd meg, hogy hol van. Raganvad, azt tudja, hogy hol van. Omorba látták. Hát mondjuk Omor tudom, hogy hol van, de oké. Irány ide. Jó, wow, a szép nagy sereg. Rendben, és akkor kivel... Még van két személy. Én azt hiszem, hogy az egyik Azeráj, a másik pedig Vlandiai vagy Batániai. Ó, amúgy Vlandi elég el van terjeszkedve. Na, azt hiszem, hogy van egy Azeráj nemes, és talán még egy Vlandiai. Oké, ezt a 25 lootert el kéne intézni. Jó, itt van egy csávó. Várjunk, ezek szerint Batániai nincsen többet, irány Vlandiai területre. Mert ugye nem adta be, szóval azt jelenti, hogy akkor nincsen... Ó, azt hiszem meg is van, méghozzá maga a király. Jó. És azt hiszem, hogy akkor irány Azeráj területre, mert én úgy emlékszem, hogy ott van még egy személy, akivel kell beszéljek. És akkor meg lesz a 10. Utána pedig valaki más személyekkel is kell dumálni, azt hiszem, meg kell szerezni valami cuccot. Azt hiszem, valami sárkány zászlónak a darabját. De azok nem valami nehéz küldetések. Ha jól emlékszem, vagy ha jól tudom. Irány ide. Vagyis előbb be kéne nézni ebbe a városba, eladjam a cuccokat. Bár az is meg lehet, hogy egy birodalmi hadvezérrel kéne még beszélni. Annyi az egész, hogy nem tudom pontosan. Ó, várjunk. Jó, mondd meg nekem. Nem, mert...
Rossz helyre megyek. Szerintem más valakivel kell. Southern Empire? Na jó, legyen az, hogy fel kell kutassam, hogy melyik lehet az. Meg kell kérdezzek itt valami nemest, például ettől a birodalomtól. Valamelyik nemesétől. Na, oké, az úgy nem a legjobb. Remek, bemegy a városba, de álljunk már meg. Oké. Lukon és Lukon ugye Lagetában látták 3 nappal ezelőtt, hűha. De már csak Lukonnal kéne dumálni. Mennyi az esély rá, hogy megtalálom? Nem sok szerintem. Ó, oh, wow, 82 védője van a városnak, csak el tudnám foglalni ezt a várost. Az a baj, mondjuk, hogy 3 nappal ezelőtt látták itt, az nem most volt. Menjünk ide, Ortizába. Ó, villant egyet a kép, mi a fene. Jó, mondd meg nekem, hol van Lukon, állj meg. Atrion vára. Mi van? Ó, az igen. Oké. Az előbb még azt mondták Lagetta. Igaz, hogy 3 nappal ezelőtt volt, szóval, ja. Amúgy arra gondoltam, hogy ezt a területet szeretném elfoglalni, valamelyiket. A ostrom alá vették a várat. Szerintem ott van akkor. Ez a terület, ez jó lenne. Lagetta városa. Szereznék egy város. Csak annyi az egész, hogy kell egy jó pillanat, mikor van egy város, amit nemrég foglaltak például vissza, és akkor nagyon-nagyon kevés a védő benne. Az nagyon jó lenne. Fenébe. Nem lesz egyszerű amúgy, de egy várost kell szereznek. Utána persze meg kell tartani a várost. De ha minden igaz, békét tudok majd kötni velük pénzért. Ó, megvagy! Megvan, megvan, megvan. Létre kell hozzak egy saját igazi birodalmat. Kaleradiában. Jó, irány Epikrotea városa először. Beszéljek kell ugye vele. So what brings you to me? Igen, igen, tudom. You may have one piece of the banner, but it's of little use in itself. You'll have to find the other parts. But once you can bring together the pieces, you'll have something of tremendous value. The banner of Calradius is part of a legend. És a többit már nem mondja. Na ja, valójában ugye nincs kész azzal az egész, de állítólag minden egyes karakternek kell majd beszélni a játékban. Ja. Of course, I intended to use the banner to help save the Empire.
Persze. Ja. Oké, szóval ez az első, ugye? Meg kell szerezni a darabot. Ami állítólag ott van. És vannak összesen 9-en. Utána pedig el kell menjek egy másik városba. Majdnem sikerült eltalálni. Oké, ezzel meg lett ugye a másik. Ha minden igaz. Most el kell menjek egy másik városba. Irány ide. Az egyik küldetés ugye meg lett, és fejlődött a charm képesség, király. Húsz százalékkal több hírnevet, vagyis igen, hírnevet kapok, miután győztem. Az jó. Minden legyőzés után. Az, vagy minden megnyert csata után, akarom mondani. Ha jól tudom, ez a csáva utálja a birodalmat. És azt hazudjuk neki, hogy el akarom pusztítani, és akkor persze, hogy segít nekem. És irány ide. Tizenöten vannak, hűha. Na, mondjuk az annyira nem vészes. Utás közben elég nehéz célozni.
Ó, oh, nem már. Pedig mind a kettő, az egyik elment a bal fülénél, a másik a jobbnál. Fenébe. Oké, ez egész jó volt. Remek, ezzel pedig meglett, ugye? Irány... Oké, és akkor most irány vissza ide, mert én nem el akarom pusztítani a birodalmat, hanem létrehozni egy birodalmat. És arra gondoltam, hogy most fel kell vegyek majd egy csomó katonát, újoncokat, meg amit csak lehet. És reménykedem abban, hogy majd Lagetta városát el tudom foglalni. Vagy valamelyiket. Tudok. Ezért, mi az már? Saját királyságot alapítani, vagy kell, vagy tudok támogatni egyet. Na jó. Nem bár sajátra gondoltam. Az azt jelenti, hogy... Kell, ugye a klánom tier 3-as kell legyen, legyen 100 emberem, és legyek független. És legyen egy területem. Egy birodalmi terület, ha jól tudom. Amúgy mennyi kell a szintlépéshez? Hát már sok nem kell. Na jó, irány... Ó, várjunk, mi volt ott. Ja, jó. Irány ide. És egész addig még el nem érem a izét, a tier 3-at, addig csinálok ilyen küldetéseket, stb. Utána pedig azon leszek, hogy legyen 100 katonám, és foglaljak egy várost. Jó, fel kéne kutassam a... Vagy fel kéne... Igen, el kéne menjek a városokba, és csináljak küldetéseket. Ám bár... Olyan küldetések vannak, ami nekem annyira nem tetszik. Oké, vigyem el Mizeába a csordát, vagy lovakat. Az jó. Azt megcsinálom. Bár kicsit messze van, de oké, amúgy 6,1-es speeddel elég gyorsan oda lehet érni.
Bár még véletlenül se kéne eladni őket. És irány mizé, amúgy kinek kell odaadjam? The Silversmith, remek. Oh, hello, 33 looters. Azt hiszem ostrom alá vették, ja. Ezek szerint a birodalmiak nem adják fel olyan könnyedén. Az igen, 45 katonával támadja a várat. Hány védő van itt? 12, wow. Oké, amúgy ez így nem a legjobb, mert... Már csak két napom van rá. Oké, szerintem el fognak menni. Ja, felhagynak az ostrommal. Nagy valószínűséggel leölik őket, de mindegy. Az minket annyira nem érdekel. A lényeg az, hogy a küldetés meg lett. 36-os befolyásom van, király. Küldetés itt nincsen. Jó. Irány... Menjünk ide, Pikaon városába. Ja, azoknak a birodalmiaknak ott annyi. Le fogják mészárolni őket. Army of Poachers. Jó, ez jó küldetés. Lehet, hogy rá tudom beszélni őket, hogy ne kelljen harcolni. Hát nem kezdődik jól. Oh, critical success, király! Nos, nem kezdődött jól, de nagyon jól végződött. Szerintem itt lesz küldetés, hogy intézzem el ezt a bázist. Majdnem. Raziba vigyem el lovakat, azt hiszem. Ja, 13-at. Elég messze van, de meg lehet csinálni. A céhelyeim nagyon jól termelnek, mindegyik több mint 300-at. Rendben, kinek kell odaadja? Minter csávó, megvan, vagy nő. Remek. Irány vissza ide. Kéne még ilyen küldetéseket csináljak.
egész addig még lesz valami. Mondjuk kisebb harcokat is kéne vívni, hiszen kell a hírnév. Szóval ilyen fosztogatók ellen kell automatikázással győzni, és akkor mindig kapok némi hírnevet. Nem sokat, de hát annyi amennyi. Oké, sajnos küldetés nincsen. Oké, meg kell keresni a lányát, az jó. Remélem rá tudom beszélni, hogy hazamenjen magától. Választom eztet. Oké, success. És success, király. Ez nagyon jó volt, mert ugye sikerült rábeszélni. Király. Ő az jó nagy sereg. Jó, menjünk vissza ide. És remélem, hogy lesz valami küldetés. Ó, várjunk. 57 looters. Wow. Egy hírnév, az egész jó. Hogy elnézem, küldetés nincs, menjünk Likaron városába. És itt sincs egy küldetés sem, wow. Mi a fene? Elég rossz az amúgy, hogy kevés küldetés van, amúgy több mint 100 000 dénárom van már.
Oké, okay, Sironeába vigyem el a izét. A nem tudom mit. 26 bárány. Rendben. Hát igen, kicsit messze van, de oké. Valójában megéri. Mennyi hírnevem van? 235 és kell 350, hogy szintet lépjen a klánom. Amúgy kinek kell odaadni? Rancid Melkea vagy ki a bánat? Rendben, irány vissza ide. Vagy elnézhetnék inkább Onira városába. Meg a környező falukba, de hogy elnézem, küldetés nincs. Sajnos itt sem, menjünk Danusztikába akkor. Az igen, Azerai íjász fogjaik vannak. Az furcsa, de oké. Kéne járjam a városokat és küldetéseket csinálni. Inkább talán városoknak, mint faluknak. Mert ugye a városokból jobb katonákat lehet felvenni, plusz többet, mint falukból. Ám már a falukban is lehet egész jó katonákat felvenni. Probléma az, hogy nem igazán vannak küldetések. Na végre, karavános küldetés, király! És jó lenne, hogyha megtámadnák a karavánt. Mert akkor, ha megvédem, még több befolyás. Oké, okay, először poroszba megy, és valahogy úgy kéne csinálni, hogy hagyjam, hogy megtámadják. Szóval nem megyek, csak egész eddig. És van rá eső, hogy megtámadják a karavánt. Ja. Sejtettem. Oké. Okay. 46-an vannak, és méghozzá hegyi banditák. A hegyi banditák pedig elég veszélyesek. Ja, bakker. Ó, te jó ég, jó sok lovas. Ajjajjaj. Nem olyan jó ötlet volt, ez lehet.
Ujjjjj! Gyere, eltalál az egyik. A szép! Oké, az szép volt. Ember szerintem a számszerű jászaim lehozzák. Ó, oh, wow. Öt számszerű jászom halt meg. Fenébe. És még néhányan túlélték, szóval még egyszer meg fogják támadni. Ami valójában jó. Várjunk, itt van egy lándzsa. Á, nem. Oké. Azt hiszem megtámadta az a csávó. Á, mondjuk így is jó, mert legalább egyszer sikerült megvédjem, amúgy Vostrumba megyünk, szóval oké. Kicsit amúgy sok katonát veszítettem el. De hát ugye a hírnévpont, meg a küldetés, ha megcsinálom, az okés. Remek. Egész jó befolyásom lett már. Van egy gyalogos király. Kéne még ilyen küldetés. Jó, menjünk vissza. Vagyis visszafele. És elmegyek egész ide, meg Rotály városába is. Irány Zeonika. Lássuk, hogy mi van. Á, elegendő. Valójában 35 katonám van, az most jelenleg elég. Nem kell annál több. Becsatlakoznak a hegyi banditák, az nem jó. Oké, egyetlenben egy katona lépett szintet. Pentkanokba vigyem el a csordát, az jó, az meg lesz. Vagy lovakat, attól függ, hogy mi van itt. Ja, 12 lovat. Rendben, amúgy a város nem lehet olyan messze.
Tűrhető. Plusz remélem, hogy útközben találkozok ilyen nagyobb csapatokkal, ugye izé fosztogató, mint például ez a 12, ez még okés. De jó lenne, hogyha lennének vagy 30-an. Mivel ki kéne fejleszek egy ütőképes csapatot. Mert hogyha létrehozok majd egy saját királyságot, akkor legalább úgy kéne kezdjek, hogy legyen 100 katonám, de azok elit katonák. Szóval sergeant számszerijász ugye, meg katafrakt lovasok. De leginkább nekem íjászok kellenek. Íjászok és lovasság. Kinek kell odaadjam? Dengil Survine. Hogy a fenébe találják ki amúgy ezeket a neveket? Na mindegy. Megvagy. Aztán irány vissza, mert leginkább birodalmi területeken akarok legelőször küldetéseket csinálni. Jó, 15-ös kapcsolat lett a csávóval, vagy befolyás nála, király. Irány Laget a városa, ami a vlandiaiaké. Mi a fene? Ó, mondjuk Pravend, az pedig a batániaiaké. Az úgy furcsa. Jó, irány ide. Kell járjam a városokat és küldetést csinálni. És csereg a telefonom, mi a fene? Rendben, egy pillanat, srácok. Oké, srácok, folytassuk. Szóval, küldetéseket kéne csináljak. Például meg kell keresni a lányát, király? Amúgy ennek a csávónak már vagy 100-szor elszökött a lánya. Mi a fene? Folyamatosan szökik el. Most vagy a lányjal van a baj, vagy az apával. fenéve. Na jó, lássuk. Amúgy itt is van két küldetés, király. Remélem, hogy legalább az egyiket meg tudom csinálni. Vagy olyan küldetés, amit meg akarok csinálni. Ineffektív a fenébe. Oké, ez success. Success! Mázli. Mert valójában gondolkodtam azon, hogy az utolsót választom, de... Hú! Jó volt.
Bandita bázis és Family Feud. Oké, ezt a bandita bázisos küldetést még elfogadom. Bakker ott anyja... A fenébe, ez kész kín lesz amúgy. Ott annyian vannak. Ó, te jó ég. Kész kín lesz megcsinálni. Hát jól van. Ó, van 20 looters, király. Itt nagyon sokan vannak, bakker. Ám bár ezt a hetet még el kéne intézni. Heten vannak, mint a gonoszok. És egy emberem szintet lépett. Na jól van, lássuk akkor. Hát ez biztos nem lesz meg elsőre. Te jó ég, ott sokan vannak. Oké. Rendben, vonuljunk vissza. És újra kell támadjak. Semmi értelme nincsen folytatni, mert így súlyis elintéznek. De sikerült jó párat megölni teljesen. Oké, ezt a néhány looters-t el kéne kapni. Amúgy elsőre nem is volt annyira rossz. Oké, két emberem szintet lépett. Na ja, szinte gondoltam, hogy nehéz lesz megcsinálni ezt a küldetést. Nagyon sokan vannak. Még van 18, 22, 27, te jó ég. Oké, itt nincs senki, de ott jó sokan vannak. Lőhetném is őket az íjászokkal, de nem sok értelme van. Kevés íjászom van hozzá, hogy legyen valami értelme. Oké,
Okay, arra gondoltam, hogy az íjászokkal nem megyek előre, mert nem akarom még véletlenül se elveszíteni őket, szóval vissza. Sikerült néhányat megölni, ugye, és néhányat lesebesíteni. Ami nem ér sokat, de okay, ez van. Hány napom van még? Még van 7 nap, okay, az jó. Még van idő. A probléma az ugye, hogy sokszor csak lesebesülnek, ami nem olyan jó. Még van 16 napra való élelem. Pajzsot fel, támadás. Na ja, például az egyik meghalt, a másik lesebesült, az úgy nem jó. Az lenne a legjobb, ha meghalnának. Nem, bár ott már kevesebben vannak. Mellette ment el pont. Hogy a francba találta annyi ember közül pont engem? Okay, legalább meghalt még egy. Ő is meghalt, király, mert ugye mikor vörös koponyát mutat, akkor meghal. Jó, újra támadunk. Valahogy legyőzzük őket. Okay, most már szerintem a következő támadásban meg lesz. Amúgy hogy a fenébe talált pont el engem, mikor ott voltunk még rajtam kívül vagy 8-an, és pont engem talált el. És én úgymond az emberek bal oldalán voltam, szóval úgymond mellettem voltak fel, és mégis pont engem. Szörnyű. De szerintem most meg lesz. Azt hiszem, hogy egy van még, vagy kettő. Meg ugye utána a főnökkel kell megküzdeni, de nem hiszem, hogy elfogadom az 1v1-et. Mert kevés életerő van. Ja! Jó volt. Oké, csak ketten vannak, szóval nem fogadom el az 1v1-et. Ah!
Oké, az jó volt. Valójában nem is volt annyira bonyolult. Ó, van egy olyan, hogy Hastati király. Felveszem. Sirály, irány Lagetába. És nőtt a hírnevem is. Még kell valami 97, amúgy létre is hozták a másik izé bázist. Kell valami 97 hírnév, és akkor meg lesz a 100. És a klán szint lépés, ugye, ami kell a saját királysághoz. Hogy ugye ahhoz, hogy saját királyságom legyen, kell hármas szintű klánom legyen. Oké, küldetés az nincsen. Várjunk, hozhatnák létre karavánt, nem? Azt hiszem, igen. De ahhoz kéne nekem felvegyek hőst, de jelenleg helyem nincsen rá. Majd a következő klán szint lépéskor veszek fel hősöket, akiket karavánra fogok helyezni. Mármint, hogy azt irányítsanak karavánokat. Most nincs kedvem ahhoz, hogy elküldök izét. Elküldök egy nemest, hogy vegyek fel néhány újabb hőst, és akkor ugye azokat kinevezem karavánra. És akkor keressem meg, ahhoz most nincs kedvem, amelyeket ugye elküldtem. Hanem amúgy is hamarosan meg lesz a tier 3, és akkor okés. Ó, van egy bandita bázisos küldetés. Á, rendben, az még azt hiszem, hogy beleférem, bár... inkább nem. Inkább legyen az, hogy elmegyek egész a bázisig. Valójában csak 16-an vannak, oké, akkor meg lesz. Azt hittem, hogy többen lesznek, de nem, szóval ezt még megcsinálom, irány Rotae városa, és akkor zárom a videót. Plusz remélem, hogy lesz valami küldetés majd a városban. És szerintem sikerül elsőre. Ó, fenébe. Az igen, az szerintem szép dobás volt. Á, pedig közel volt hozzá. A rohadt! Hú, bakker, majdnem eltalált! Ajzsát találom el! Oké, bár a legjobb az egészben, ha minden igaz, akkor meg lesz elsőre. Amúgy arra gondoltam, elfogadom a kihívást.
és szerintem sikerül egyből ledobjam, vagy hogyha nem is egyből, de ugye eltalálom, és akkor kevés életereje marad. Jó. És... ja, vannak öten, szóval inkább elfogadom a kihívást. Ja, mellé ment, de mindegy, a második. A lényeg az, hogy győztem. Bor veterán és bor novice. Oké, ezt felveszem. Jó, irány ide. Vagy előbb benézek ide. Nem. Sok befolyásom ebben a faluban nincsen. Oké, van karavános küldetés, király. Veszek még fel egy íjászt, és... élelmet nem kéne eladni. De a többit azt igen. Na jó, akkor kb. Ennyi lett volna, és akkor a következő rész pedig azzal folytatom, hogy megcsinálom a karavános küldetést, amit el is fogadok. Amúgy annak örülök, hogy legalább van ilyen küldetés. Ja, amúgy mennyi befolyásom van ebben a városban? Hát... tűrhető. Már kezd kialakulni, úgymond valami. Ja, nem rossz. Na jó, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!